Rég azt lehet tudni rólad, hogy a nőiség támogatása, a nőiség elősegítése valamiféleképpen a hivatásodnak tartod. Mit jelent ez számodra? Honnan indult ez? Hát saját élményből indult természetesen. Rájöttem egyszer csak, egy 7-8 évvel ezelőtt, hogy nem azt az életet élem, amit szeretnék, nem olyan szerepben vagyok, amiben szeretnék, és ez egy akkora löket volt, hogy megváltoztattam az életemet, és rájöttem arra, hogy muszáj az az érzés, hogy legyen az életemben, hogy én jól érezzem magam. Akkor nem nagyon női pozícióban voltam, hanem inkább domináns voltam a kapcsolatomban, és ez nekem nem tetszett. És kerestem azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudok én a helyemre kerülni, és természetesen ez a helyre kerülés, ez nem egy végpontos dolog, hanem folyamatosan halad az ember, és keresi önmagát, keresi a helyét, de azt gondolom, hogy azt az utat, ami oda vezet, azt megtaláltam, és azon haladok most. Holnapodon olvasható egy olyan idézet, azt hiszem egy pszichiátertől, vagy pszichoterapeutától, aminek a lényege az, hogy ugye nőnek születni nem végzet, hanem sors. Az viszont végzet, hogy mit kezdünk vele, és mit jelent ez a nőiség. Te mit tapasztalsz, mit tudsz most magadról, hogy mi a sorsod ez ügyben? A sorsom az, hogy megmutassam a többi nőnek is, aki keresi a sorsát, vagy a végzetét, hogy hogyan tudja kivitelezni azt, hogy a mai világban igenis nőként tudjon jelen lenni. Mert azt látom, hogy ha körbenézek, hogy sok nő van természetesen, de nem sokan vannak tényleg nőként jelen az életben. Akár a munkahelyen, akár a párkapcsolatban, akár a családban, akár csak úgy önmagukkal. És ennek viszont nagy jelentősége lenne ahhoz, hogy helyre kerüljenek a szerepek, mert most egy picit a világ így felbojdult. Nagyon nőies férfiak vannak, és nagyon domináns, erős nők vannak. És azt gondolom, hogy ez nem vezet jóra, vissza kéne rendeződni. És a hagyományos szerepekhez vissza kellene fordulnunk. Csak ez nehéz, mert közben meg az életritmusunk azt mutatja, hogy a nőnek igenis helyt kell állni, keményen megfelelni, dolgozni, és emellett nehéz ezt a látságot, a nőiességet megtartani. Hogyha visszanézünk a gyökerekre, akkor a férfi a teremtő szerepében kellene, hogy helyt álljon, a nő pedig a megvalósító. Ezt szeretném visszaállítani, tehát én ezt gondolom annak, hogy a hagyományos szerepek felé visszamenni, hogy a nő azt valósítsa meg, amit a férfi megálmod, és a nő pedig teremtse meg az anyagi, földi létben lévő dolgokat. Nem baj az, hogyha a férfi célokat kitűz és mutatja az irányt, a nő pedig segítse, hogy az az irány az jó legyen és megvalósuljon, elérjenek odáig. Itt van a két szerep, férfi és nő között. Egymás, nem egymás ellen vannak, hanem egymás mellett vannak. Ez így van kitalálva, tehát nem ez egy új dolog, hanem így működik a világ. Kell valaki, aki a célokat kitűzi, irányt mutat, és kell olyan is, aki ebben segít, hogy ezt meg tudják valósítani. Csak most itt keveredtek össze a szálak, és inkább a nő megy előre, a nő mutatja az irányt, de nem jó, vissza kell menni, akkor jobban fogjuk magunkat érezni, hogyha a saját szerepünkben leszünk. Hogyha ebből a szerepből, a hagyományos szerepből figyelnek egymásra a párok, akkor megtalálják azokat a lehetőségeket, amivel ezeket a szerepeket tudják tartani most is, a mai világban is. Hogyha figyelem megvan, és lélekből teszik a dolgukat, akkor ezek a szerepek rendeződnek, mert önmagunkban benne van. Tehát ösztönösen ott van az, hogy a nőnek mi a feladata, meg mi a feladata a férfinak. Csak ezekre nem figyelünk. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen világot, milyen korszakot élünk, ezek ott vannak belül, csak figyeljünk rájuk.
Például ott van az otthonteremtés. A férfi előteremti, megteremti a helyet, a helyszínt, megadja a keretet, a nő viszont megtölti élettel, megtölti a harmóniával, berendezi. Itt például abszolút látszik a két szerep, az, hogy kinek mi a dolga. A férfi viszont szívesen fog hazatérni egy olyan otthonba, ami tényleg otthon, ami a melegséget adja, ami egy pici sziget lehet a nagy világba és a munkába, a malomba, a taposó malomba. Kell egy olyan hely, ahova vissza tudnak menni mind a ketten, pihenni, töltődni, és tényleg együtt lenni. Ennek a dolga pedig a nőnek a feladata, tehát a férfi erre rosszul, hogy alkalmatlan, de tényleg az, tehát nem ez a dolga. Ő neki más feladatai vannak. A nő viszont a látságot kell, hogy belevigye a kapcsolatba, illetve az életbe. A női energia sokkal lágyabb, mint a férfi, viszont, mint a férfié, viszont ugyanúgy célra vezet. A vízhez lehetne hasonlítani a női energiát, ahogy az áramlik, ahogy átformálja a köveket. De utat tör magának, csak finomabban. Nem egy hurrikán, hanem sokkal lágyabb a folyása. Az imént elhangzott, az én értelmezésemben legalábbis mondhatjuk, hogy egyetemes vagy darmikus összefüggés, ha úgy tetszik, igazság. És nagyon szépen, azt gondolom, nemes egyszerűséggel megfogalmaztad azt, hogy erre csak emlékeznünk kell, ott vannak bennünk ezek az archaikus minták. Te ezt hoztad magaddal, tudtad, illetve hát valaki hallgat téged, ezért fiatal korod ellenére kérdezheti, hogy honnan vannak ilyen tapasztalataid. Szóval mik voltak a legfontosabb állomások, amik ide vezettek téged, illetve hogy hoztad ezt magaddal? Hoztam ezt magammal, hát ez egy jó kérdés. Szerintem igen, de erre nem fogok tudni egy racionális választ mondani. Azt gondolom, hogy mindenki hozza magában ezeket a dolgokat, hiszen mindent tudunk már most is, jelenleg is, csak elfelejtjük. A minap beszélgettem egy önismereti könyvszerzőjével, aki azt mondta, hogy gyermekként abszolút minden tudásunk már megvan, csak ahogy érnek bennünket a hatások, ahogy nevelnek bennünket, ez így szépen kinevelődik belőlünk az, hogy figyeljünk magunkra. De hogyha erre visszanézünk, akkor biztos, hogy megtalálja mindenki magában azt, ami az ő hivatása, ami érzi, hogy kell, hogy azzal foglalkozzon, hogy rátekintsen arra, ami igazából benne van. És hogyha ezt megtaláljuk, akkor jól fogjuk magunkat érezni, akkor valahogy úgy rendeződik a világ körülöttünk. Nőinspirátorként is szoktad apostrofálni magad, szóval, hogy mik voltak a legfontosabb momentumok, ami ide vezetett, hogy másoknak segíts, átadj, közvetíts ilyen dolgokat, ezeket a felismeréseket, a saját utadon. Mi volt a legfontosabb felismerés, vagy legfontosabb felismerések egyike? Én egy nagyon nagy változáson mentem keresztül. Igazából a nőiességemre való ébredés az nem nekem a kamaszkorban volt, amikor elvileg van, ugye testi fejlődéssel együtt jár, hanem sokkal később, én olyan 25-26 éves korom körül kezdtem ráeszmélni arra, hogy hoppá, valójában én nő vagyok, és ezt akár használhatnám is a mindennapi életemben, mert akkor jól fogom érezni magam. Addig kerültem a szoknya használatát, a magas sarkú használatát. Ezek külső dolgok, de nagyon fontosak ahhoz, hogy belső dolgainkat elő tudjuk kicsit szedni, amiket eltemettünk. Elkezdtem használni ezeket a női kis kellékeket, és sokkal jobban éreztem magam, és akkor ehhez szépen a belső dolog, a belső érzet is egyre jobban erősödött, és bújt elő, és virult ki, mint egy virág. És ahogy néztem az úton, akárhol a környezetemben, láttam, hogy nagyon sok nő hasonló dolgokkal küzdhet, mint akkor én. Mert hogy külsőleg, tehát kintről az ember látja a másikról, hogy bent ott valami nem lehet rendben. Viszont ezt magunkon nem feltétlenül érezzük, illetve tapasztaljuk, hogy nincs minden rendben, csak nem tudunk rá magyarázatot. És arra gondoltam, hogy ha ezt
én magam meg tudtam tenni, akkor mindenki meg tudja tenni, csak kell egy-egy kapaszkodó, egy-egy segítség. És hogyha én ebben tudok segíteni más nőknek, akik erre fogékonyak, akkor én ezt szívesen vállalom, ezt a küldetést, és akár összekötöm őket saját magukkal, vagy olyan előadókkal, olyan szakemberekkel, akik tudom, hogy hitelesek, mert nekem is segítettek. Ha szívesen mondasz konkrétumot, akkor megkérdezem, hogy miben áll ez a segítség. Egyrészt mik azok a fő pontok, amiket te felismertél, és szívesen átadsz másoknak, vagy segítesz nekik, hogy felismerjék önmagukban, másrészt milyen módon teszed ezt jelenleg az életedben? Én létrehoztam egy online oktatócsomagot, ami lehet egy támasz, egy segítség nagyon azoknak, akik az út elején állnak. Ez egy ilyen egészséges gondolkodásra és életmódra programozó csomag, ami azt gondolom, hogy tényleg az út elején lévő nőket segítheti, hogy jobb formában, jobban érezzék magukat. Ez főleg inkább a külső változásra fókuszált. Azóta én is értem, nagyon sok minden történt velem, és egyre jobban érdekel inkább a belső világ. Úgyhogy most a programjaim azok inkább erre fókuszálnak, és remek esteknek neveztem el azokat a rendezvényeket, amiket alapvetően csak nőknek gondoltam, hogy ez legyen egy kis kuriózum, amiben a férfiak nincsenek ott, és tényleg csak mi egymással foglalkozhassunk őszintén. De aztán egyre nagyobb volt az igény arra, hogy inkább koedukáltak legyenek ezek a programok, mert igaz, hogy a nőiességgel szeretnék foglalkozni, de hát a nőiesség önmagában nem értelmezhető, kellene hozzá még a férfi erő, úgyhogy így a programjaim most már mind a két nem számára nyitottak, és olyan előadókat hívok meg, akikkel beszélgetek, akiktől azt gondolom, hogy az életút miatt nagyon sok hasznos vagy hasznosítható tudást tudnak szerezni, illetve olyan párkapcsolati előadásokat, beszélgetéseket, akár tréningeket rendezek meg a remek estek alatt, ami szintén azt gondolom, és saját tapasztalatom alapján mondom, hogy segítik azt a munkát, amit a párkapcsolatba kellene fordítanunk. Ezen a belső úton van egy nő, aki keresi önmagát, a női identitását. Mik a legfontosabb fogozók szerinted ahhoz, hogy valaki ezt a bizonyos női identitását megtalálja? Természetesen ez mindenkinél egyéni. Így van, ez mindenkinél egyéni, és az egyéniségen belül is folyamatosan változik. Attól függ, hogy milyen korszakban vagyok, és akár attól is függhet, hogy most speciál milyen helyzetben vagyok. Akár a munkahely is meghatározza, hogy én most éppen hol tartok a nőiességemben. Különböző archetípusok vannak, amik keverednek bennünk, és hol az egyik domináns, hol a másik, és hogy ezt felismerjük, ehhez ismernünk kell önmagunkat, illetve ezeket az archetípusokat. És azt tapasztaltam, hogy ha megismerjük a különböző archetípusokat, akkor nagyon sok mindenre választ kapunk. Hogy mit, miért tettünk, mikor, hogyan viselkedtünk, és hogy most éppen miben vagyok. Nagyon-nagyon hasznos tudnunk azt, hogy melyik az a 2-3 archetípus, ami folyamatosan keveredik bennünk, és melyik az az egy, ami nagyon-nagyon visz az utunkon. Ha erre választ kapunk, ha ezt felfedezzük, akkor sokkal leegyszerűsödik a történet körülöttünk. Azt látom, saját családomban is mondjuk, ha megfigyelem, hogy a nő mozgat mindent. Tehát a nőnek hatalmas hatalma van, mert hogyha ő jól van, akkor mindenki jól van körülötte. Ha a nő kedvesen, figyelmesen fogadja a férfit, akit nagy trauma vagy stressz ért a munkahelyén, akkor pár perc is megnyugszik, és átalakul, és mindenki simul. Ha viszont egy zabos nő fogadja otthon, akkor ez csak olaj a tűzre.
Tehát akkor minden robban, és akkor abból az estéből az biztos, hogy nem egy szép este lesz, amire majd visszaemlékeznek örömmel. Tehát ha a nő jól van, és ő neki energiája van, és figyel magára, és jól érzi magát a bőrében, akkor minden, akkor a gyerek is megnyugszik, akkor a férfi is jól van és nyugodt. Tehát ezt értem az alatt, hogy a nőnek hatalma van. Csak ezzel a hatalommal nem nagyon élünk sokan, mert hogy nem figyelünk magunkra. Mert hogy azt gondoljuk, hogy ha magunkkal törődünk, akkor az önzőség. Mert hogy ott a gyerek, ott a munka, ott a bevásárlás, ott a főzés, ott a férfi. Hogyha én magammal nem foglalkozom, akkor a többivel se tudok. Csak ezt nem látjuk, mert ezekkel így eltakarjuk, hogy én mindennel foglalkozom, és akkor minden jó, akkor helyt tudok állni mindenhol. De ez nem így van, meg kell fordítani. Előbb magammal kell foglalkozni, magamat helybe tenni, helyre tenni, elmenni, akár tornázni, akár egy kozmetikai szalomba. Tehát ezeket, ez nem luxus, ezt meg kell adnunk magunknak, mert ettől fogjuk magunkat jól érezni. Hogyha mi is ki tudjuk tombolni magunkat valahol, mondjuk egy edzőterembe, akkor már nyugodtabban tudunk hazamenni, és nem akkor fogunk puffogni azon, hogy 6-szor szólok a gyereknek, de még mindig nem jön oda, mert kész az étel. Tehát, hogy ilyen apróságokon múlik az, hogy mi jól érezzük magunkat, és hogyha ez megtörténik, akkor tényleg a hatalmunkat tudjuk használni, és jól fogjuk magunkat érezni, meg a környezetünk is jól érzi magát. És akkor már itt tartunk a családnál, a társkapcsolatnál. Mi a legfontosabb számodra itt és most az életedben, ahol tartasz, mint tapasztalat? Mitől működik nem egy párkapcsolat, hanem egy párkapcsolat? Igen, a párkapcsolatot többféle hangsúllyal lehet mondani. Van, aki társkapcsolatnak mondja, van, aki párkapcsolatot használ. Ezen elgondolkodtam, hogy melyik a helyén valóbb kifejezés, a pár vagy a társ. Ezen lehetne vitatkozni, ez egy jó téma. Azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy nevezzük, az a lényeg, hogy mit értünk mögötte, vagy mit tapasztalunk főleg mögötte. Ugye mindenkinek van egy ideális kép, hogy milyen párkapcsolatot szeretne, vagy milyen párt szeretne magának. Aztán, ahogy él, és különböző hatások történnek vele, különböző kapcsolatokba kerül, akkor ez így szépen mindig formálódik és átalakul. Én arra jöttem rá nem olyan régen, hogy az az ideális kép, amit én elképzeltem, az teljesen felesleges, és ki kell dobni. Mert hogy nem működik. Nem az a lényeg, amit én mondjuk gyerekkoromban elterveztem, hogy hófehér lovon és szőke herceg megjelenjen, hanem azok a tulajdonságok, amik egy hófehér lovon érkező szőke hercegben megvannak, azok meglegyenek. De az, hogy milyen a körítés, vagy az, hogy nem stimmel minden, a 100 pontból csak mondjuk 60, az bőven elég, és azzal lehet együtt élni. Hogyha én belül is egy fehér lovon érkező szőkehajú hölgy vagyok, akkor a herceg is meg fog érkezni, és akkor megismerem azt a herceget bárkiben, akit a sors elém tesz. Tehát a párkapcsolatban más ideák vannak az ideális párkapcsolatban, mint azok az ideák, amikkel belemegyünk egy ilyen párkapcsolatba. Ha látjuk őt, a másikat, az ő lelke megérint bennünket, akkor ő az ideális. Ha együtt tudunk működni, ha kiegészítjük egymás gondolatait, hogyha hasonló dolgok érdekelnek bennünket, akkor már az egy ideális kapcsolat tud lenni. Bármelyik kapcsolatból, szinte bármelyikből lehet ideálisra tenni, hogyha dolgozunk rajta, ha figyelünk a másikra, hogyha érdekel bennünket az, ami van, és hogyha szeretnénk abból egy jól működő kapcsolatot varázsolni. Egyszer, amikor egy remekes teret vezetted, akkor mondtál egy ilyen mondatot, hogy a szeretet figyelem. Igen. A szeretet azt gondolom, hogy a figyelemmel kipipálható.
hogyha figyelek a másikra, akkor szeretem. Ha figyelek rá, akkor olyan dolgokat teszek meg érte, ami nem áldozat, hanem ami szívből jön. Tehát visszakanyarodtunk oda, hogy a figyelem szeretet, mert a szeretet az meg a szívben van, meg a lélekben. Tehát ennyire egyszerű végül is a párkapcsolat, hogyha figyelek a másikra, és a párkapcsolatban nem magamra figyelek, hanem tényleg a másikra, akkor az tud működni. Persze akkor, ha mind a két fél így gondolja. A szeretet figyelem. Ez ennyire egyszerű. Sok mindent átéltél már az életedben, ahogy említettem, fiatalkorod ellenére. Most hogy érzed magad nőként az életedben, és hogy érzed magad most kapcsolódásodban? Valóban meg szoktam kapni ezt, hogy hát én milyen fiatal vagyok. Elárulom, a látszat csal, tehát egy picit idősebb vagyok, mint aminek szoktak mondani. Ez mondjuk egy jó hír rám nézve. De nem gondolom azt, hogy az életkortól függ az, hogy ki mit tapasztal. Lehet egy 30-as évei elején járó hölgy is már tapasztalt, talán azért, mert annyi mindenen keresztül ment, talán azért, mert valamit hordoz, valamit hoz magával, amire annyira nincs magyarázat, mondjuk racionálisan. Én most nagyon jól érzem magam, viszont azt érzem, hogy még nem vagyok kész, hogy most a bimbó már nem bimbó, már egy picit kinyílt, de ahhoz, hogy én teljesen kinyíljak, mint egy virág, ahhoz még tapasztalnom kell ezt-azt. Lehet, hogy a kinyílás azt mondjuk, hogy az anyasággal fog megvalósulni, hiszen nő vagyok, tehát ez az utamon ott van, hogy anyává váljak, de nem feltétlenül minden nő számára jelenti ez a kivirágozást. Úgyhogy ettől sem kell pánikolni, nagyon sokan a 30-as évek körül ettől stresszelnek, hogy nincs meg a pár, nincs meg a gyerek, mi lesz velem, mi lesz az életemmel. A nő, hogyha nem szül, akkor az nem nő. Vannak ilyen sztereotíp gondolatok, amikkel szintén meg kell barátkozni. És ehhez megint segít az, hogyha rájövünk, vagy felismerjük magunkban azokat a női isteneket, akik irányítanak bennünket, és már ez nagyon hasznos lehet arra, hogy lenyugtassuk magunkat, és azt mondjuk magunknak, hogy nem kell izgulni, van időnk, és lehet, hogy nem is az én életutam vagy feladatom az, hogy mondjuk anyává váljak. Arra vannak más archetípusú hölgyek, tehát ezzel sincs gond, békéljünk meg önmagunkkal, és akkor tényleg jól fogjuk magunkat érezni. Közeljövőben lesz két programod, az egyik közvetlenül kapcsolódik a férfinő társuláshoz, együtthöz, a másik kevésbé, de úgy tűnik, hogy ez egy lelkiindítatású beszélgetés lesz. Így van, április 24-én lesz egy remekest, ahol ez egy szokatlan remekest lesz, ilyen még nem volt. Egy híres embert hívtam vendégül, Fenyő Ivánt, akit első körben színészként ismerünk, de nemrég megjelent egy Észlelések címet viselő könyve, ami egy személyes napló igazából. Tehát ha valaki ezt elolvassa, akkor eléggé megismerheti Ivánt. De azt gondolom, hogy nem elég, hogyha a könyvet elolvassuk, hiszen nagyon sok minden történt azóta is Ivánnal. És valahogy éreztem egy olyat nem olyan régen, hogy én meg szeretném őt ismerni. És mivel egy jó kiállású férfiról beszélünk, gondolom nem vagyok egyedül ezzel a vágyjal, hogy én megismerjem Fenyő Ivánt, és nagy örömömre szolgált az, hogy elfogadta a meghívást, és részt vesz ezen a remek esten, ahol én leszek a kíváncsi fél, fordított helyzetben, mint most, és Ivánt fogom kérdezni, ő pedig elmeséli őszintén azokat a gondolatait, azokat az érzéseket, amik benne voltak akkor, amikor mondjuk a könyvet megírta,
vagy hát a naplót, ami kezdetben csak abszolút egy magánnaplónak indult, illetve az azóta eltelt időszakban tapasztaltakat, hiszen ő is úton van, ő is folyamatosan halad, és mindig történik vele valami, mint ahogy mindannyiunkkal. Viszont egy ismert emberrel sokkal egyszerűbb átadni azokat a megtapasztalásokat, azokat az élményeket, amik amúgy mindannyiunkat érik, csak egy ismert emberre valahogy úgy odafigyelünk. Úgyhogy ezért lesz Fenyő Iván a Remekest vendége áprilisban. Májusban pedig párkapcsolati témát fogunk felhozni. Ez pedig egy nagyon izgalmas Remekestnek tűnik, ez is más lesz, mint az előző. Erre törekszem, hogy mindegyik Remekestem más és más legyen, és figyelem a visszajelzéseket, és úgy haladok, olyat szeretnék adni, ami érdekli az embereket. Ez a Remekest pedig egy ilyen iszony vagy viszony, ezt fogjuk boncolgatni. Egy remek trénert találtam ehhez, aki férfi, és Lackó Péternek hívják, amúgy pedig az üzleti életben tevékenykedik, szervezetfejlesztési szakértőként, meg motivációs specialistaként, akinek egy példás családi élete van, két gyermeket nevelnek a feleségével, már nagy lányok, ilyen 18-20 év körüliek, és azt a szeretetet, azt a bensőséges viszonyt, amit ők ki tudtak alakítani maguk körül, illetve egy csomó mindent tapasztalt és tanult hozzá, ezeket fogja átadni. Egy nagyon jó hangulatú, nagyon gyakorlatias, de nem úgy gyakorlatias, hogy nekünk már, mint a nézőknek ott szerepelni kell, vagy bármi ilyesmi van. Tehát nem kell félni senkinek attól, hogy ő neki most elő kell állni az 50 ember elé és felszólalni. De olyan dolgokat fog Péter átadni, amiket teljesen jól lehet használni a saját életünkben. Lehet, hogy senki nem fog meglepődni, mert nem fog újat hallani, viszont egy olyan köntösbe fogja ezt megkapni, ami talán segít abban, hogy tényleg ránézzen arra a dologra, amivel ő most éppen szembesült, és tud rajta változtatni. A jó irányba terelni a párkapcsolatát, vagy csak a saját életét. Tehát erre a programra nem kell feltétlenül pároknak jelentkezni, de nagyon hasznos, hogyha párok jönnek. Az is jó, hogyha szinglik jönnek, az is jó, hogyha elváltak jönnek. Tehát mindenki ki tud ebből az előadásból venni olyan dolgot, ami akkor épp ott neki szól, és tud segíteni. Egyik program esetében sem szükséges, ha jól értem, előzetes bejelentkezés, viszont mindkét rendezvény esetében nyugodtan mondd el a helyszínt, hol lehet jelentkezni, érdeklődni, akár a világhálón, akár bárhol. A remekest.hu oldalon mindig az aktuális Remekest van fönt, arra lehet regisztrálni, jelentkezni. Nem szükséges, de én nagyon szeretném, hogyha tényleg azon az oldalon keresztül regisztrálna valaki, illetve Facebook eseményt is létrehoztam, létrehozok mindegyik ilyen programra. Ott is, azon keresztül is lehet jelentkezni, és természetesen a helyszínen, helyszíni fizetéssel van lehetőség ezeken a programokon részt venni. Az április 24-i az a Szebb Életért Központban lesz, ami Budapesten a keleti pályaudvar mellett található, illetve a május 28-ai párkapcsolati remekest, az pedig a Magnet házban lesz, ami pedig az Andrássy úton van a Kodály körönnél. Úgyhogy mind a kettőre a helyszínen is lehet, természetesen mind a kettőn a helyszínen is lehet már jelentkezni és részt venni, illetve azt gondolom, hogy nem egy nagy kérés az, hogyha valaki egy előzetes regisztrációt a remekes.hu weboldalon megejt. Úgy legyen, minél többen elmenjenek, ezt kívánom. És még zárásképpen, mert elbúcsúzunk, akár közeljövőben, akár távoljövőben, hogyan szeretnéd látni magad nőként, főleg belső megélésben? Hú, erre most mit mondjak? Úgy szeretném látni magam, ahogy az előbb említettem, hogy az a folyamat, amiben benne vagyok, az egyre jobban teljesedjen ki, és
és az a virág, az nyíljon ki. És ezt kívánom mindenkinek, hogy azt a kis magot, amit elültetett magában, vagy elültettek a szülei magában, az váljon bimbóvá, és most itt a tavasz, úgyhogy ideje a virágzásnak is. Úgyhogy keressük meg saját magunkat, a saját belső istennőnket, és azzal együttműködve, együtt élve fedezzük fel, hogy mennyire szép, virágos a természet, és az életünk, és saját magunk. Köszönöm szépen. Köszönöm.